Az első alkalommal nem akartam beszélni a versek előtt, mert Petri György versei olyan jól ismertek, és az én viszonyom hozzá olyan bonyolult, hogy nem tudom egy 5 perces, vagy 10 perces, vagy akárhány perces könnyed rögtönzött monológban pontosan magam igényeihez képest pontosan előadni. Ezért nem akartam egy szót sem szólni, de mindenképpen szólnom kell azokon az esteken egészen biztosan, ahol náluk fiatalabb, jelen esetben egy 40 és 50 éve között járó költőt, ami errefelé még fiatal költőnek szokott számítani, Borbély Szilárd verseit szeretném bemutatni. És arra gondoltam, hogy ha utána van kedvük, és nekem még van erőm, akkor tartunk egy kis szünetet, ez nem lesz 3-4 óránál hosszabb ez a vers összeállítás. És utána tartunk egy 10 perces szünetet, köszönöm, hogy eljöttek, üljenek le, nem kezdődött még el, csak hogy ne üljenek itten az én barátaim unatkozva, inkább beszélgetek addig is, mint kezdhetünk. Tehát előadás után, ha ittak egy bort, vagy vettek magunknak, ami szükséges, én 10 perc után megkérdezem, hogy volna-e érdekelnie önöket, hogy én mit gondolok ezekről a versekről, illetve mi jut eszembe róluk egész pontosan, akkor azt is elmondanám. Illetve ezek után átadnám önöknek a szót, ha akarnak valamit mondani, de lehet, hogy én akkor már olyan fáradt leszek, hogy lassan elhúzok. Borbély Szilárd nevét először mintegy 25 évvel ezelőtt hallottam egy Tilman Józsi nevű barátom, aki akkor még frissen végezte a filozófia szakot az egyetemen, ma viszont már a Képzőművészeti Egyetem filozófia tanszékének a professzora, ha jól tudom. Felhívta a figyelmemet, hogy megkereste őt levélben egy roppant érdekes fiatalember az ország egyik legszegényebb részéből, és elküldte az írásait, és ő úgy gondolja, hogy ez nem akárki. Ez az egyszerű falusi srác, aki most az egyetemen van, nincs egy fillérje se, nagyon rossz kedvű, nagyon nehéz élete volt. Egy pár év múlva megismerkedtem a Tilmannal rendszeres levél kapcsolatba álló, de akkor még alig-alig éppen a Vigiliában, ahol Jóska rovatszerkesztő volt ennek a révén, a Vigiliában jelentek meg először talán legalábbis Budapest környékén az írásai. És megismerkedtem vele, ő annak idején elsősorban és vállaltan esszéista volt, olyas valaki, aki ha írt is verset, nem igen mutatta meg. Nagyon erőteljes Kafka hatást mutattak a korai írásai, de abban a furcsa melléktöblettel, hogy nem érezte az ember őket utánérzéseknek, hanem mondjuk így, mintha valaki abba a vágányba talált volna bele, amelyet Kafka már megépített, de amit mond, az nagyon közel van ahhoz a szinthez, vagy ahhoz a hangulathoz, vagy inkább ahhoz a világlátásnak, ahhoz az élességéhez, mint Kafkáé. Aztán itt voltam a nyitott műhelyben, amikor egy különös, imaszerű, hosszú verset, a Hosszú nap elcímű versét adta elő, több más verssel együtt, de az a Hosszú nap el magában egy fél óra volt, egy úgynevezett Borbély szerzői est volt. Ő időnként kiírhatatlan verseket ír, kifejezetten törekszik is szerintem arra, hogy ragaszkodjon a belső hangulatához, hogy üljön le, abszolút jókor jött, nem zavar.
ki is vettem, én akartam mondani a hosszú nap elből, amit remek műnek tartok, verseket, de nem lehet őket elmondani, legalábbis úgy, hogy azonosnak érezzem azzal, amit a papíron látok, nem tudom elmondani. Ezt lehet tudni róla egy mondatban, ez olyan rövid, hogy úgy gondolom a versek felolvasás előtt elmondom, hogy aki semmit nem tud Borbély Szilárdról. 1964-ben született az ország keleti csücskében Fehérgyarmaton, Debrecenbe járt egyetemre, majd a diploma megszerzése után rögtön ott is maradt tanítani. Jelenleg docensként a Magyar Irodalom és Kultúrtudományi Tanszéken oktat, 6 kötete is megjelent a 2005-ös Halotti Pompa előtt, mégis ez volt az a mű, ami váratlanul a magyar irodalom élére repítette. A költő szüleinek halálát feldolgozó verses kötetre napjaink legnagyobb költői teljesítményeként utalnak a kritikusok. Borbély Szilárd 96-ban kapott Déri díjat, 2002-ben pedig József Attila díjat. De Szilárdról az is fontos, hogy ő volt az, aki a Kertész Imre recepciót Magyarországon alapvetően új irányba terelte, amikor megpróbálta a katolicizmus oldaláról áttekinteni és általában a kereszténység oldaláról az életművet. Azt hiszem, hogy Kertész Imre életműve radikálisan mély hatást gyakorolt magára az Borbély életműre is. Én erre nem akarok kitérni, akit érdekel, keresse meg a érdem. Én tényleg azért csinálom ezt az egészet, hogy fölébresszem az érdeklődést a hallgatókban, és mivel ez rögzítésre kerül ez az este, azt remélem egy szélesebb befogadói körben visszhangra lejjen, érdeklődést keltsen, hogy utána nézzenek azok, akik még nem olvastak mondjuk Borbély Szilárdot, hogy tulajdonképpen ki is ez az ember, és mi mindent írt. Annyit azért muszáj, úgy érzem, nem árt elmondanom, mert hiszen gyakran eszembe jut, hogy én is az, amit írtam, meg ami vagyok, az valójában akkor kap értelmet, amikor meghalok, a halálom fog pontot tenni az egész után, és mintegy összerendezi a képet. A Szilárdnak pedig olyan különös élete van, hogy ennek a különös életnek néhány fordulójával legalább alapjában véve nyugodtan tisztában lehetnek önök is, mert hiszen tisztában lesz az életmű befogadója, amikor majd a teljes életművet a kezébe kapja, ez kikerülhetetlen. Az ő szülei rablógyilkosság áldozatai lettek igen idős korukban, karácsony éjszakája előtt. De egész kicsi gyerekkora óta nagyon nehéz körülmények között éltek, egy nagyon szegény nyomor és novabor és az előítéletek és a sötétség által sújtott határvidéki különböző falukba, ahol a szüleinek rendszeresen menekülniük kellett, mert az ottani légkör valahogy ellenük uszult. Ennek nem volt igazán pontos oka, ők voltak a bűnbak. Különösen az apja, akinek a származásában kételkedtek, a gyerek végül is így módon elég hamar kollégiumba került, szerintem egy kicsit menekült is abból a világból, amelyikben hát őt rendszeresen verték a faluba, kilógtak a sorból valami módon, de hogy miért és hogyan ez, valójában erre nincsenek tárgyi bizonyítékok. Ennek a bonyolult gyűlölködős történetnek a legvégén végül is megtalálták azt a két-három igen primitív helybéli lakost, aki nagyon csapta az igen idős embereket 400 forintért, mondjuk 600-ért, vagy szóval nem többért. De valójában talán nem is ezért, hanem csak úgy. Ennek a híre már egy egyetemi tanárt érintett fenn a városba, aki nem igen, vagy nagyon ritkán, vagy viszonylag ritkán, ezt nem is tudom pontosan, hogy van, nem vagyok felhatalmazva, de na, nem ott él. Így érte a hír. Egy mélyen hívő
keresztényről van szó, aki viszont már a fiatal kora óta nagyon mélyen érdeklődött az ő zsidó hírbe keverő falu miatt is, a zsidó vallás iránt. És amikor ez a szörnyűség megtörtént, akkor Szilárd majdnem összeroppant. Úgy tudott megmenekülni, hogy írt egy olyan jelentős kötetet, ami mindenféle díjakat kapott, mint az előbb is olvastam. Néhány verse az én felolvasásomból is lesz a Halotti Pompából, amelyik megpróbálja a Halotti Pompa is, meg az azután készült versek is, kötetek is, azt kísérlik meg, hogy valamiképpen a zsidó kabalát, meg a keresztény teológiát, meg a saját hitét, meg a saját emlékeit szembesítse a rettenetes realitással, és a halál kétségbe vonhatatlan és jóvá tehetetlen tényével. Amikor Isten megalkotta a betűket, a teremtés elemeit, estére járt. Leült kicsit olvasni. Az alkonyszellő, amelyet Samael támasztott, belelapozott a világ könyveibe. Ez hívta létre az első Ádámot, aki olyan hatalmas lett, mint a mindenség. Isten kénytelen volt összép húzódni. Így tanította Reb Taub. Éden fái az angyalok voltak, akik Isten összehúzódása közben keletkeztek, mint a kígyó vedlésekor az elhalt bőr. A tudás Isten felejtése, mondta Reb Herschele. Ebből teremtette meg az égi Ádám, a gólemet, aki a második Ádám. Mit csinál az egész délután, a délutánban, hogyha egyedül van, a délutánnal, egyedül az esti? Amit csinál az egész délután, az estig, hogyha egyedül marad, csak halogat, csak folyton halogatja, mert tudja azt, hogy egyedül marad, és estig tart, hogy amíg észbe kap, az egész ilyen minden ezután, amit csinál, az lesz a délután. Valamikor megszületett egy városban a költészet, nem úgy, és nem akkor, amikor várták, nem volt a proféciák, sem égi jelek. Egy szóval, csend volt. Ez a második születés ideje, az első már rég feledésbe ment, a másodikról még senki se tudott, csak egy rózsa bomlott ki az éjszakába, vártél. Volt a nehézkes állatok fájdalma. Emberi hangon szólalt meg. A harmadik születés idejét már mindenki tudta. A kemencék előtt ültek odakint. Megolvadt a hó. Az állatok hangjukat elveszítették. Azóta csak születés volt, és nyaranta rózsákban pompáznak a kertek, minden világból újabb világok születnek. A fogmosás sem pusztán kézügyesség,
azt hinni, ettől lesz majd jó napom. És bemehetek mindenféle boltba, és lányokkal is csókolózhatom. A fiúk sincsenek végleg kizárva, de ezt azért meg nem próbálhatom. A csókolózás sem fogmosás dolga, hogy fogkefével bevásárolom a női szájat valamelyik boltba, a tartozékokkal hazahozom, mit láttam már a tévéreklámblokkba, a szájüregből közvetített szájon, van nyelve, ínye, sok gondozott foga, és mindenféle ízbe kaphatom, eper, kivi, csoki, szamóca, mána. A női szájüreg csak alkalom, reklám kiváltott viselkedés volna. Ha tartás, ha tartós áru végül megszokom, de egyszer használatos női szájba mindenféléket belerakhatom, ha elúlom a reggelt fogmosásba, akkor ha tetszik ki is dobhatom. És nem hiszek a sok művi csodába, hogy szájvíz, fogkrém, fogzselé, fogom, a formatervezett fogkefe bája. A női szájat sem csak bámulom a fogmosás össznépi kultuszába, és sem hiszem, hogy ez forradalom, miközben filmbe csókolóznak párba, mindenféle szájakba, belátom, csak kettő fér bele a kamerába. A fogmosást pedig nagyon unom. Két szájat veszek majd élő adásba. Egymással őket csókolóztatom. Az is lehet, ami nincs. Vagyis az egyszerű dolgok. A kávé elkészítése például, ami nem jelent semmit. Valami melegség, amivel el lehet babrálni. Cukor, kanál, kis tej. Mondani, hogy már megint túl sokat tettél bele. Aztán cigaretta, csend. Reggel, hogy néz kifelé az ablakon a 9-en, a rádióban, a reggeli hírek, valaki elszántan mondja, felolvas, lendületes, ha nem is magával ragadó hang. A reggel a legnehezebb. Visszatalálni a dolgokhoz, a dolgok közé. Amit mondani szoktam a túl édes kávéról például. Nem tudom, ez például gyakran. Nem tudom, hogy miért van ez minden reggel. De összeszorul a gyomrom a buszon az emberek közt. Majd elfog a hány inger, előre tudom a szavuktól, meg ahogy a szemükbe nézek. Mert nem tudod, hogyan kell élni. Ebben most ne kezdjünk bele, jó? Vannak, amiket nem tudok hiába, azt se tudom mondani, amit kellene, szavakat, amelyek helyett vannak, ami nincs. Nyomd el a cigarettát. Az utolsó sukkot mélyen leszívja, kiiszom a kávét. Magamban a dolgokra gondolok, hogy nem tudom a neveket, a szavak helyét. És mondom például azt, amit nem mondok, hogy édesem. Csak azt tudnám, hogy mikor kezdik el az életem, amelyben most vagyok. Egy átmenet az egyikből a másba. Kit elfelejtenek, mint tévedést, ha rossz szobában nyitnak és becsuknak, elolvasás közben a könyvemet, az életet, amely még teljesülhet, mint kívánság, amelyet olvasok a betűrend szerinti könyveketben, a helyesírást is majd sajátom,
hogy mit kell írni egyben, mit külön. Az életem az alapoknál kezdik. Az ABC kezdődik úgy, hogy a... Csak a... A színházban az élet nem lehet. A tükrök közé zárt üres teret, a színházban a terek elveszett. Az üresség szavak mögött keret. A színházban a függöny felmehet, mögötte nem kezdik az életet. Az emberzsákok nem laknak magukban, hanem lakásban, autóban, utcán. A tereket betöltik, mind magukba, mint szőttesnek a színét és fonákját. Úgy forgatják a tereknek magukból a kar helyét, a láb helyét, a törzsét, a vetkőzéskor kifordult ruháját az ágy körül, ahogy mind eldobálják. Egyébként pedig az állatok arc nélküli feje, amely mégis olyan közel van, néha egész közel hajlanak, mintha súgnának, mintha súgni akarnának valamit ezek a kicsi testek, a madaraké például, a kutyáké, macskáké, meg azoké a nagyoké, amelyeket meg lehet érinteni, azokkal az ismerős mozdulatokkal végsimítani a hátukat, a fejtől a far felé, a fejüket, a fülek közét, a kutyák mindig nedves, hideg, gumiszerű orrát, a fogak, a nyelvek, az összesimuló testek közössége. Ezekben a mozdulatokban a test magánya, a mozdulatlan, ami nem él. Meg kéne hallnom, azt hiszem. Ezt álmodtam az éjjel. Mondta a sárga császár. Meg kéne hallnom. Hallgattam hajnalban a madarakat, láttam az első elsárgult levelet, ahogy lehull. A levegő tele van láthatatlan kezekkel. Közeledik az ősz, a hegyekből a völgyekbe ereszkednek le a vadmacskák, a szívem tele van félelemmel a holnaptól, és az életem lassan magamra hagy engem. Ideje volna elindulnom, ideje volna felállni ülőhelyemről, ideje volna áthajolni a szakadék kőpárkánya fölött. Vajon mi lehet a mélyben? Mi lehet, ami magához ránt? Karok lehetnek azok? Vagy a mennyből aláfüggő láthatatlan kötelek? A vihar a fali szőnyegen, azokkal a görbe vonalakkal, a kiugró sziklák, a meredek hegyi utak, ahol a bivajt alig tudja visszatartani a földműves. Vajon ő kapaszkodik a bivaj ázott fekete testébe? Vagy az állat félelme hordozza magán ezt az elhomályosult, megzavart értelmet? Az állat félelme hogy képes elviselni az ember kétségbeesését? Vajon ki segíti a másikat? Ki jár a mélység fölött? A hosszan elnyúlt vízcseppek, a zápot csapkodó vonalai között, a fák félelmet keltő tánca közepette, az értelem milyen otthontalansága képes még egyensúlyozni? Mi tartja az öreg koldus hangjában, amikor azt mondja közölőm, a remény, hogy holnap is vetnek neki valamit. Ugyanaz a zápor mossa le a könnyeit, amely álmukban folytja meg az alsóváros szegényeit. Hallod-e a macska kölykök sírásában a szeretetet, az élet örömét? Nem! Nem hallom! A férgek mesztelenségét érzem. Azt a vékony hártyát, amin túl vannak a jelek, amelyeket letapogatok az ujjaimmal, a több tízezer írásjel, és a világ tízezerszer tízezer más jele, a testem kioltásra váró jele, a szakadék elmorzsolódott pereme, amely fölött áthajlok. A vadmacskák puha talpának nyomai, amit elmos a felhőszakadás, a szeme villanása,
A bőrömön keresztül éreztem a félelmében a magamét, az izzadság a szagát, és a hideg nyirkot, ami végigfolyik a hátamon. Én Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Az egyik szemet csukd be, kérlek, és én lábújhegyen elosonok. Ha nem figyelsz, ha félrenézel, én lenni többé nem fogok. És ne keresd, kérlek, sehol engem. Tegyél úgy, mintha nem vagyok. A két szemedet hunyd be szépen, barátod voltam, jól tudod. Csak arra gondolj, amíg elalszol, hogy bujócskázhattál velem. A számokat míg elszámoltad, elbújtál, most már megyek. Ha mögötted állnék, ne ijesz meg. Az ujjaid közt, amíg nem lestél, eltűntem végleg előled. Jöhetsz, valaki mondta, ne nézz hátra. Tégy kérlek úgy, hogy elfelejtesz. A játékaim dobozba gyűjtöd. A vinyettára nem írsz semmit, és a spájzban valahol eldugod, a padlásra viszed és ott felejted, zöld üvegek, kicsorbult porcelánok, tört szárnyú angyalok közt, ahol egér jár és gyerekek kutatnak néha, kincsre vágyva, és kincs nekik a sok kacat, de csúnya bácsi volt, gonosz. Így szól az egyik, az orra ronda, és olyan, mint egy csúnya holló, a szája penge, a szeme tüske. Nem mond semmit, én Istenem, mond nekem, hogy sohasem, a szemeidet húny be, kérlek. Csak álmodtam, de furcsa álom, hányat kell aludni még, míg elhalad, az ablakon benéz egy férfi arc, egy gyerekkéz becsengetett és elszaladt. Az üvegen egy párafolt maradt. Egy új nyom, töröld le! Addig még hányat kell aludni? Mondd! A vádlottak az első sorban ültek. Délben ebédszünetet és csendes pihenőt kértek, mert jár nekik. Egymás között néha nevetgéltek, mikor egymásra néztek. Az őrök is velük együtt nevettek. A törvényháza egyben börtön is. A WC ablakot éjszaka zárják. Ezt ellenőrizni kell, figyelmeztet rá egy kiírás. A törvényt nem védi semmi, csak azok a szabályok, amelyeket azok követnek, akik betartják a rendet. Akkor min alapszik a törvény? És vajon miért vannak, akik tisztelik, ahelyett, hogyha alkalom adódik, megszegnék? A gyilkosok tudják, hogy aki ölt, az már végrehajtotta azt az ítéletet, amely a metafizika legfőbb büntetése. A gyilkosok számára nincs büntetés, mivel az a tett elkövetésekor elveszítette jelentőségét. Nincs teher, mely a vállukat nyomja. Szabadok. Csupán az ítéletre várnak, amely elmarad, hisz a tett volt a helyettesítő áldozat, Krisztus kivégzését sem előzte meg a védelem szava, csak a vádé. Némoszüné a sötét fényű, az Istenek kegye vagy büntetéseként elvette tőlem az emlékezet terhét, nem emlékszem az emlékeimre, se magamra, se másra szinte, abból a korból, csak néhány tájra vagy szagra, de a szavakra nem, sem az elbeszélhető beszédre, se évekre, évszakokra, sötét és süket árnyék vetül arra a múltra, amely hozzáfűzhetne ahhoz, ami eljön.
Nem tudok arról, aki voltam. Ezért nincs bennem. Nem marad szinte semmi, ami hozzákötne ahhoz, aki volt az, aki voltam. Úgy hajlok életem víze fölé, hogy csak a felszínét látom. A pillanat változó tükrébe nézek bele mindig, az idő elfutó folyó, kacskaringós mederében áramló víz, amely hol begyorsul, hol meglassul a partnál, a körép belső felénél, a hurok túlpartján kimossa a földet, és lerakja a körszelet belső oldalánál, tovaperdülő homokkal, iszapos hordalékkal befedi a valaha volt ideáját. A túlpartról nézek a víz felett, a pára, a köd, puha gézein át. Az erdőháton, ahol kerek 9 évig laktunk, az elveszített időt beszívta a föld. A 8. évben anyám a hideg téli verandán vészelte át az őszt, a telet, a tavaszt, sose szólt, nem beszélt a szavakkal. Reggel a zsíros kenyeret sem kente meg már akkor. A púpos zománcos fazékba a spóron fűzött teából kifeledte a citrompótlót. Cukor is alig jutott bele már, még korábban igen, amikor csak sírt. Csak sírt. Sírása patakzott, csöppent le a késre. Így telt el a 8. év. A kannából öntöttem vizet, arcot és kezet mosni lavorban, majd fogat, és kiöntöttem az udvarra a vizet. A tetején feketén úsztak a zsíros szappantól feloldott koszcsomók. És a fekete korcs kutya mindenkori neve Csöpi volt, iszkolt el a víz elől a disznósólak irányába. Anyám szép haja bomlott volt, szeme nem látott akkor, arca merev és üveges lett, szeme fénye. A házban a csönd dohos szaga terjedt, és a vályukház hidege tavasszal és ősszel, meg a bepenészesedett egyszobakonyha. A földes padló hidegét a ronypokrohoz se szigetelte, a tűz kialudt a spórba hajnalra, ruhába aludtam. De reggel a lábam kapkodtam a jéghideg földön, még a cipőbe beléptem. Anya otthon volt az egész nap, de nem a tűz melegére vigyázott. Csak az este fütött be, mert vas sem volt, nem szólva a szénről, amikor hazajöttem. Kevéske, ízékkóró, gaj, csutka, akadcsak, a verandára sütött be a nap, és ő betakarva feküdt ott az egész nap. Akkor nem tudtam, mit csinálhat. Nénem simogatja fejem még. Csak a csend volt. Ideg összeomlás, mondták a nagyok. Mi omlott össze, nem értem. Csak a napközi után, este, ha menni kellett haza, lassan mentem. 500 méter tartott órákig. Az árokparton néztem a jég szélét, a fagyott föld furcsa színeit, a füvet, ahogy napról napra növekszik. A kepecgyepnél sokáig néztem, ahogy Héliosz szekerén a tűzbe merült felhők között Csahóc és Oroszi felé tavaszál. Az árkokban a víz állt, az agyagos föld megdagadva csúszott, cuppogott, csupa sár lett a ruhám is. Így néztem a tócsában az égre, magamra, hiába. A hideg asztal várt haza. Anya hosszú haja kibomolva a vállán. Betakarva, a dikón várt a hideg teraszon, várt, azt hiszem, de lehet csak én vártam arra, hogy várjon. Hazaérve arca fölé hajolok, írisze befagyott tükrében, az arcom verődik vissza csupán, nem látok más egyebet, így közelített el a 9. év. Később, amikor olvastam, hogy Petri a 70-es években járt arra, valami szociológiai kikérdezőként dolgozva, rém lett, hogy volt akkoriban nálunk is egy szakállos bácsi, aki egy papír alapján tett kérdéseket fel, de mintha részeg lett volna, ami nem mond ellent a feltételezésnek, hogy Petri lehetett volna, anyámnak pedig akkoriban volt ideg összeomlása.
Lehet az egészet csak kitaláltam, mert emlékeimet elvették tőlem. A kegyes isteneknek hála. Nem volt fa, se pénz. Az apámat elűzték a faluból. 2 évig éltünk így, néha ha láttam, méltányosságból napközibe mehettem, napi 50 fillért kellett csak befizetni, és egész nap fűtött szobába lehettem, és 3-szor adtak enni, játékok is voltak, nem úgy, mint otthon. De a csend, az anyám szótlan csendje kísért. A Jókai utca 8-ból indultam fel a rámpára, majd a Rákóczi úton jobb fele mentem, a kocsma előtt át a túloldalra, jobbra a falu vége, a Tökös hídja még messze ide, hova nyaranta, vasárnap evél után mentünk ki néha, a Berki határban. A mi utcánk a Jókai nevét csak a postás tudja csupán, mondják új sornak is sokan, de inkább csak a régi nevén, Cigánysornak nevezik. Erre vezet az út a nagy erdőn át a görbefutású folyóhoz, a Túrhoz. A cigányok az utca végén laknak. Nekünk is, mint minden családnak van saját cigányunk, Arankáék, azok jönnek is rendszeresen. Elviszik a döglött kukott kacsát, meg a rágós vén kokast is, a kotlóst is megeszik valahogy. Néha libát is, ha szemet kap ősszel, amikor anyám tömi őket, sem veszi észre időbe. De ekkor nem volt se liba, se kacsa. A tyúkokat megetettem reggel, meg esete. Anya a dikón feküdt, kentem kenyeret, mostam fogamat. Indultam az egész napos iskolába, ami egy napra csak 50 fillérbe került, amikor 1 kiló kenyér is 3,60. A körorvos keresztes járt közben a tanácson. Anya hallgat egész nap. Ha mondok valamit, az utolsó szót ismétli csupán. Megyek az iskolába. Iskolába, mondja. Haját nem fonja be, fekszik az ágyban, és nem lehet odabújni hozzá, mert nincs teste valahogy, csak a hangja, ahogy ismétel néhány szót, mint Echo-nimfa. A szép, hosszúhajú lány, kit az istenek megbüntettek. De aztán mégis megkönnyörült. Nem volt semmi, ami több lett volna, mint az elmúlt napok hordaléka, mit a szél gyűjtött az udvar szögletébe, míg nem kijött a Páni néni és elsöpörte. És beszólt még a földszinti lakásba, hogy jó reggelt, és mi lesz ma ebédre? Aztán a nap sütött, galambok szálltak a házereszre, és látszott a beton minden rücske, külön-külön és mindörökre, tavasz volt. A spaletták behajtva, a redőnyök leeresztve, és az ablak, hogy résre nyitva volt, az különös, de mégse annyira. Aztán mindenki kereste okát a furcsa szagnak. Így lett megint este és reggel, 3. nap. De a földszinti lakókat, idős házaspár senki sem kereste. A nyomozók unottak, őket nem érinti meg semmi már. Részegen érkeztek és a szomszéd büfébe rátöltöttek. A hullákat húsvét miatt gyorsan eltemették. Az ügyet ad akta tették. És nem kapcsolták be a DSZ-ét. Szombat volt már. És az égben keresték, mindenki ébren várakozott már egészen, amikor sírba tették. Abban nem volt már jelenlét, csak a halottnak a testét dobták oda, mint rongyot. Az életnek háza bomlott, melyet a sátán lerontott, szaga kezdett lenni annak már akkor. A manapnak rettegésben minden órái vannak.
S a halál meg ott a résben, amely még csak bent az észben lakik, a testhez eképpen szólt. A halotthoz a halál jön, s nem látja ember fiát, mert itt csupán dögött talál, amikor a világ reszket, követ dobok, mint a testet, és a semmi, ahogy eztet elnyeli. Jaj, szívünk eszi a gondolat, hogy ő neki a halotthoz kell majd menni, mert a test azóta van ott a sírban. Várhatjátok, angyalok, fenn a lelkünk, amely halott. A bűn olyan, mint bármi más a tévén. A csatornák között, ha váltogatva rátalálnak egy olyan adásra, amelyben a nézőt megalázzák azzal, hogy a fejét nem tudja elfordítani, miközben látja önmagát. A szégyen díszletei közt nevetve, mert nem tudja, hogy ő volt aznap este a szívzaváló véres ördög teste. A kállói Taub Eizik, a lublini tanítványa mondta, hogy háromféle titok létezik a világban. Az egyik olyan, mint az én tudat, amelyet mindenki magában hordoz előző életei miatt, és nem is sejti, mi ez, és nem érti, hogy miért rejtegeti mások elől, hisz önmaga elől is el van rejtve mindaddig, amíg újra meg nem hal. A második olyan, mint a tudatban elrejtőző fény, amely a koponya mélyén fészkel mindaddig, amíg meg nem ismeri a beszéd lényegét, az írás betűiben a teremtés kezdetétől hozzánk jutó ősfény halvány derengését, amely megcsillan az élet mélyén. Amikor az én olvasni kezd egy könyvet, amelyet emberi nyelven írtak. Végül a harmadik titok azé, aki azt mondja, én. Míg válogatja a köveket, melyek az ösvény elején várják, már rég oda vannak készítve a bejárati kapu melletti gyarulatlan faládába, majd olvassa a bevésett betűket, mert a legnagyobb titok mégis a kő, amely csupán jelenti az én. És nem mondja, hogy amén. A megváltó akkor fog eljönni, mondta Reb Taub, ha a világ már nem tud többé elrejtőzni előle. A mindenség királya ugyanis a teremtésnek csak a másolatát hozta létre. Az eredetit a messiás jobb szemébe rejtette el. Reb Herschele pedig, a kállói szent, azt tanította, a megváltó minden sábeszkor eljön, és megáll a szombat küszöbén. Várja, hogy azt mondják, jöjj, vőlegény, szép arád, a szombat királynő mindjárt érkezik. De a messiás csak áll a küszöb előtt, behunyt szeméből szivárog a könyv. Meghalt, és holtnak hitte mind, ki korábban szerette. Véres volt teste és büdös, mikor a földbe tette néhány rokon és pár barát, és nem volt velük senki, aki meg tudná mondani, hogy mit jelent a testi feltámadás, amelyben még nem halt bele csak Krisztus. Kit látott visszatérni néhány tanítvány? Nem biztos azonban, hogy ez végleges. Mármint a halál ténye. Csupán csak annyi bizonyos, hogy elvész a szemfénye mind, a bőr megszürkül, ráncos lesz, és fogásra merev, mint egy szövet,
és hiányzik valami, de nem leled. Azt az egy szót, hogy fülébe súgt. Talán emlékezne. Egy elmúlt, előző élet viszfénye érkezne. Most közénk egy örök Krisztus, aki halott, csak hús, lélek nélkül, s mint nyelv bűzlik bennünk. Szájban a szó, korpusz, immár az örök halál léte. Testi szememben benne van, és én meglátom, ha behúnyom halálom. Mert bizonytalan a halál beálltának ideje, figyelni kell az íris erezetét és a pupillát, amikor a zöld színű szemekben sárga hervadás kezd terjedni, ahogy ősszel az erdők lombozatán a feketék repedeznek, akár a beszáradt hollótus, a halál közelettével ellazulnak az izmok. Majd ezt követően kitágul a pupilla. Ennek eredményeként egyre több fény nyel el az üvegtest, és az íris sávja elvékonyul. A kék szem fenyegetőbb lesz, mint a felhőtlen augusztusi ég. A legbiztosabb az, hogy meghalunk. Ezért míg élünk, addig úgy vagyunk, mint bármi más, amit már rég tudunk, és csupán csak álom, amit álmodunk magunknak a névről, mit hordozunk nyelvünk alatt, mint kövecskét, amit nyálunk termett testünkből, mely a házunk. Mint a kagylónak, amelyre vágyunk a gyöngy miatt. Héjában ott a fény, a tiszta fény, amely belül sötét, mint a testünk, amely bezárt körét nem lépi át, csak hordozza szájában a név kövét, szorongva úszva a halál folyóján, míg a végső útra nem kísér el más, csupán a szekina, ahogy egykor azt a rabbi mondta Lugovicsi Jesuelben József, akit újra születettnek is neveztek, és nyelve alá visszaillesztette a név sírjára helyezett követ. Azon az estén, mikor az igaz elárultatott, mikor megszületett, meghalt és eltemették, mikor a sírban remegett a teste, és szemhéja úgy megduzzott akár egy krumpli, vagy inkább olyan lett, mint egy megrohadt paradicsom, amely ránehezedett a szemgolyóra, amitől aztán alig látta a Wormsi bölcs a kereszt teseket, mikor kínzói elfáradtak, és a rabbóni feje félre billent. Azon az estén, mikor az ártatlant elárulták, és a halálra szántak gyerekeit, 16 éves kor alatt csupán csak hulladékként kezelték, akár csak az öregeket, a betegeket, a hibásokat, és a hívek nélküli Isten nevét nem ejtették ki azon az estén, mikor az igazakat megvetették, akkor a három egyé lett, az atya, a fiú és az anyalélek a tűzben és füstél kéményekben, amikor Otto Moll tökéletesítette a gödörben égetés technikáját, a fortyogó, újra hasznosítható zsír elvezetésével. Ott, ahol a nap lenyugszik, még a testünk összecsuklik, várunk a halálvonatra, arra nézünk elnyugatra, jár fogadjuk jó barát, szombatot a szép arát. Oda, ahonnan ő eljön, s dicsősége, mint a felhőn csillanó aranyszegély, káprázat, mint volt az én. Jel, köszöntsük jó barát, szombatot a szép arát. Még a füstben eltemetve, szállunk délre és keletre, mindenütt, hol szél forog, messiás, ránk várakoz. Jel, kísérjük jó barát, szombatot a szép arát. Benn a tűzben él a lélek, bár a testtel ott elégek, mert az Isten halkszavú, az írásra szórt hamu,
Jel, sirassuk jó barát, szombatot, a szép arát. Ő is eljön. Lámpa fényer ebben a kemence szélre, s száll a kéményen húzat. Benn az Isten ott múlat. Jel, eresszük jó barát, szombatot, a szép arát. Csak ült az ágya szélén, s várta őt, már évek óta. Azt mondta, nem tudok felejteni, hiába. Olyan ez a nap, mint bármi más, mint egy szoros burok, mondta napra nap. És nem tudott meghalni sem, hiába. Nézte a falat. A szemében nem volt már semmi fény, csak néhány régi dolog átszakadt fejében, tétova mosoly. Most hol vagyok? Kérdezte. De nem várt már semmi választ, ahogy a többi kérdésre sem hitte, hogy lehet felelni még egyáltalán. Belátta már azt, hogy nincs semmi, ami megérné felkelnie annak, aki elesett. Talán egy másik élet, mondta néha. Hiába. Mert elárulom őt azzal, hogy még a gyilkosok közt élek. Még egyszer megismétlek egy sort, mert ott véletlenül egy szót eltévesztettem, és még kivághatják és berakhatják jól. A szemében nem volt már semmi fény, csak néhány régi dolog átszaladt fejében. Tétova mosolyt.